Három funkciót is ellát ez a gyártó üzem a nagykálói ipari parkban. A megyhez és almához kapcsolódó kutató és fejlesztő munka, a feldolgozás, valamint az értékesítés első fázisa is ebben az épületben zajlik. A hétfőn átadott üzemben a helyben megtermelt megyből és almából étrend és táplálék kiegészítőket készítenek és dobnak piacra. 30-35 embert foglalkoztat a jövőben itt az üzemet működtető vállalkozás. Itt igazából már nem az élelmiszerek feldolgozása, az élelmiszerből ugye kinyert anyagoknak a maga az étrend kiegészítő formába történő kiszerelését, akár kapszulába, tablettába, bármilyen formába fog történni. Maga az élelmiszer üzemnek a megvalósítás, úgy gondoljuk, hogy a következő ciklusban, amikor az egyik fő prioritása a magyar tulajdonú élelmiszeripari felgő lesznek, akkor fog megvalósulni, és alapvetően ugye két alap gyümölcsre, az almára és a megyre. Az elmúlt években több ipari fejlesztés is megkezdődött Nagykálóban. A város polgármestere abban bízik, ez folytatódni fog, és egyre inkább benépesül az autópálya szomszédságában lévő ipari park. Talán már ugye látszik is, az idefelé vezető úton már kerítést építenek, van több olyan projekt, ami igazából a kivitelezés már elindul, engedélyezések folyamatban vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtanított minket ez a járványhelyzet, hogy muszáj a saját lábunkon megerősödnünk. Simon Miklós országgyűlési képviselő beszédében azt hangsúlyozta, a térségben 2010 óta több mint 9000 új munkahely jött létre, ebben pedig nagy szerepe van az ipari és mezőgazdasági beruházásoknak is. Ezek a kezdeményezések is ebbe a munkahelyteremtő sorba illeszkednek, hiszen lehet, hogy itt 6-7 ember dolgozik, de rengeteg gazdának, nagyon sok gazdának a produktumát dolgozzák fel, és ilyen formán ezek a cégek igenis véleményem szerint a térség úttörői olyan tekintetben, hogy új technológiával, új kezdeményezéssel új kitörési pontokat jelentenek. Történelmi lehetőség előtt áll a mezőgazdaság. Az ágazat fejlesztéseire ugyanis a következő években több mint 4200 milliárd forint jut. Erről már Nagy István agrárminiszter beszélt. A tárca vezető hangsúlyozta, a helyi gazdaságok támogatása és a nagykálóihoz hasonló innovatív beruházások nyújtanak biztos jövőképet a szektor dolgozói számára. Mi az, ami itt tartja az embereket? A minél nagyobb hozzáadott érték? Hiszen valljuk be, ebben az üzemben is dolgoznak új és új emberek, akik egyébként mezőgazdasági alaptevékenységet pedig nem végeztek volna. Tehát kötjük őket is a földhöz, kötjük őket is az almás kerthez képletesen. Mert munkát találnak, megélhetést találnak, és akkor maradnak Nagykálóban. És nem ez a cél? A vidéki megtartó erő növelése, a helyi gazdaság növelése. Mert ha van jövő, van biztos munkahely, akkor van családalapítás. Ha van családalapítás, van gyermek. És akkor jön sorba az összes intézmény, bölcsődétől óvodán át, iskolán át, letelepedésig, lakásvásárlásig, és aztán új családalapításához. Az élelmiszer és táplálék kiegészítő üzem 437 millió forintból épült fel, a termeléshez szükséges eszközök beszerzésével, azonban a beruházás összértéke az 1 milliárd forintot is megközelíti.